Köszöntöm nézőinket! Három évtizedes múltra tekint vissza a Pszichológiai Kultúra Hete. Ebben a folyamatban 12 éve vesz részt a Balassa János Kórház pszichológiai osztálya, mióta Kertész Ágnes főorvos asszony, aki ma a vendégünk, eljött Szekszárdra és bevitte a saját munkáját ebbe a folyamatba. Tisztázzuk először azt, hogy mit jelent az, hogy pszichológiai kultúra. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. És hogy mi is a pszichológiai kultúra? Én azt gondolom, hogy talán három szemszögből érdemes ezt megvizsgálni. Egyrészt saját magunk szempontjából, hogy mi, mint entitás, hogyan vagyunk jelen, mit képviselünk, milyen az önismeretünk, milyen a viszonyunk másokhoz, milyen a viszonyunk a társadalomhoz. És amikor így magunkra gondolunk, hogy vagyunk felvértezve azokkal a képességekkel, amivel saját magunkhoz, illetve a körülöttünk lévőkhöz viszonyulunk. Hogy talán a legfontosabbak, amiket meg kell említenem, ugye az önismereten kívül az, hogy hogyan tudunk a másikhoz fordulni, mennyire vagyunk empatikusak, mennyire vagyunk képesek megbocsátani, mennyire vagyunk képesek elfogadni dolgokat, mennyire bírunk ítéletmentességgel. Talán ezek azok, amik leginkább meghatároznak bennünket, és hogyha ezt úgy képzeljük el, mint egy hagymát, ez lenne legbelül, és akkor ha megnézzük azt, hogy vagyunk másokkal, és mások hogy vannak velünk, hogy mennyire tudjuk elfogadni a kritikát, hogy a kritikával mit tudunk kezdeni, hogy hogyan vagyunk képesek reagálni a körülöttünk lévőkre, mennyire vagyunk képesek meghallgatni őket, mennyire vagyunk toleránsak. Én azt gondolom, hogy ez a hagymahéjnak egy következő burka, és természetesen ott van egy külső burok, ami mindig az aktuális társadalom és az aktuális kultúra, ami egyrészt befolyásol bennünket, és hogy természetesen magunkon keresztül, illetve hát a közvetlen környezetünkön keresztül hatást gyakorlunk magára a társadalomra, illetve annak a mindennapi működésére. Ha maradunk a hagyma képnél, azért az első kettő erősen csípi a szemünket, azt gondolom. Tehát, hogy ma azt mondjuk, vagy általában azt mondják az emberekről, hogy nem képesek meghallgatni a másikat, nem jó az önismeretük, általában nem tudnak helyzeteket normálisan kezelni. Szóval, hogy van egy negatív megítélése ennek a folyamatnak. Hát én azt gondolom, hogy talán pont ez az utolsó két év, amióta a járványhelyzet van, hívta fel igazán a figyelmünket arra, hogy azok a korábbi értékek, amik így meghatároztak bennünket, azok megkoptak, hogy elvesztek, és hogy most le kellett őket porolni és elővenni. Hiszen ebben az időszakban nagyon sokan váltak egyedülállóvá, hogy rengeteg gyász folyamat van, rengeteg veszteség, és hogy tudjunk életben maradni és létezni, nagyon fontos volt, hogy újra végig gondoljuk a kapcsolati rendszerünket, hogy megismerjük újra saját magunkat, hiszen volt egy egészségképünk, ami nagyjából úgy nézett ki, hogy azért, hogyha sportolunk, ha egészségesen étkezünk, akkor velünk nem történhet semmi, és feltételeztük azt, hogy akkor ugyanilyen egészségesen is fogunk meghalni. Hogy ez a járvány döbbentett rá, azt gondolom, hogy nagyon sokunkat arra, hogy ez nem így van. Hogy annak ellenére, hogy ez az egészségképünk van, mégis rendkívül sebezhetőek vagyunk, és hogy mennyire nem vagyunk felvértezve egy ilyen krízis helyzetnek a kezelésére. Hiszen, hogyha belegondolunk, ugye pont ez a járványhelyzet, hogyha pszichiáterként nézem meg, ez egy teljesen paranoid helyzet volt, hiszen egy láthatatlan ellenséggel álltunk szembe, minden kiszámíthatatlan volt, és hogy gyakorlatilag a saját jelen életünkbe zajlott, amire nem voltunk felkészülve. A saját lelki egészségképünk is ferde ahhoz képest, amilyen egyébként van? Hogy én azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk.
nagyon nehezen tudjuk azt is megfogalmazni, hogy milyen érzéseink vannak. Hogy azt még talán el tudjuk mondani, hogy mire gondolunk, azt is nagyon ritkán, de az, hogy mit érzünk, az nagyon nehéz megfogalmazni. Tehát mondhatom azt, hogy nagyon le vagyunk maradva. Én azt gondolom, önmagunkhoz képest is a lelki egészség kultúrájában, vagy a mentális egészség kultúrájában, és hogy rengeteg a bepótolnivalónk. Vannak társadalmak, ahol teljesen természetes dolog, hogyha az embernek lelki problémája van, akkor szakemberhez fordul. Mindenkinek van, úgy szokták mondani, dilidokia. Hogy ez Magyarországon még nem így van. Hogy az, aki pszichológushoz fordul, arra nagyon rásütik, nagyon könnyen rásütik, hogy valamilyen problémája van. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy sajátosság. Bár én úgy láttam, hogy pont a médiának a segítségével az elmúlt 15 évben nagyon sokan mertek segítséget kérni. Talán az első ilyen nagy áttörés akkor, amikor a médiában nyíltan lehetett beszélni a pánikszindrómáról, és hogy az emberek gyakorlatilag felismerték magát a problémát, vagy a betegséget. Ugyanakkor ugye az is a magyar társadalomnak egy sajátossága, hogy nagyon szeretünk panaszkodni, és hogy a problémáinkat nagyon könnyen és szabatosan elmondjuk a fodrászunknak, a körmösünknek, vagy a kozmetikusunknak, és nem gondolunk arra, hogy talán egy elfogadottabb, támogatóbb, vagy akár szakszerűbb segítséget kérhetnénk egy olyan mentális betegségekben járt a szakembertől, mint egy mentálhigiénikus, vagy egy pszichológus, vagy egy coach, vagy egy addiktológiai konzultáns, vagy akár egy pszichiáter. Ugyanakkor azt is látom, hogy maga az orvos társadalom is konzervatív, hogy nehezen tudjuk érvényesíteni azt, hogy nagyon sok pszichoszomatikus betegség van, hogy akkor, amikor testi tünetekkel jelentkezik valaki egy rendelőben, akkor arra is kell gondolnunk, hogy ez mögött a testi tünet mögött valamilyen lelki probléma húzódhat. Na jó, de ezt nem nagyon fogadja el az orvostársadalom. Tehát, hogy még a világnak egy részében egységben kezelik az embert, és megpróbálják az életkörülményeit is vizsgálni egy adott betegség kialakulásakor, a világ másik felén pedig csak tüneteket kezel, és nem gondol abba bele, hogy emögött mondjuk lelki folyamatok lehetnek. Hogy én azt gondolom, hogy hosszú ideig egy nagyon konzervatív képzést kaptak az orvosok. Mára én azt gondolom, hogy sokkal nyitottabb közeg van arra, hogy gyakorlatilag egy holisztikus szemléletet sikerüljön elsajátítani, és hogy össze lehessen kapcsolni a testnek és a léleknek a működését. Én hoznám most újra ezt az elmúlt két évet, hogy én azt gondolom, hogy a COVID-fertőzésen átesett pacienseknél ugye egy komplex post-COVID szindrómáról beszélünk, ahol számos olyan tünet van, ami kardiológushoz, tüdőgyógyászhoz, neurológushoz, illetve hát a pszichiátriához tartozik. És hogy én ebben láttam először egy közös gondolkodást. És én azt gondolom, hogy talán ennek lehet egy ilyen hozadéka hosszú távon is, hogy merjünk egy kicsit a tünetek mögé nézni, és hogy ismerjük meg azokat a problémákat is, amik gyakorlatilag a későbbiekben egy testi tünethez, vagy egy testi betegséghez vezettek. Jól gondolom én azt, hogy az emberek jelentős részének nincs készlete arra, hogy a saját lelki problémáját valamilyen módon kezelje. Tehát jobban beleesik az adott helyzetben, mint amennyire bele kéne, ha lenne hozzá valamilyen eszköze, hogy azt elvezesse, föloldja. Hogy
Én azt gondolom, hogy nagyon sok irányban szenvedtünk sérülést. Tehát, hogyha az elmúlt 100 évet nézzük, azért mondhatjuk azt, hogy a nagy családok megszűntek, aminek hatalmas megtartó ereje volt, és hatalmas értéke. Tehát, hogy egy nagy családon belül a nagyszülőnek is nagyon nagy értéke volt. Tehát ott volt a tapasztalás, ott volt a tudás. Hogy a nagy család ugye nem csak a nagyszülőt, szülőt és gyereket jelentette, vagy unokát, hanem a nagybácsikat, az unokatestvéreket, tehát hogy egy nagyon erős kapcsolati háló volt meg, ami képes volt az embert megtartani, hogy ezekben a rendszerekben ugye állandó kommunikáció volt, állandó kapcsolat volt. Lehet, hogy az most veszekedés volt, lehet, hogy vita, de belefért az ölelés, belefért a törődés. Hogy elkoptak a nagy családok, illetve elkoptak azok a... Társadalmi közösségek. És azok a közösségek is elkoptak, amik hasonló megtartó erővel bírtak. Tehát, hogy mára gyakorlatilag csak a magcsalád marad, ha szerencse. Ugye a magcsalád az az anya, apa, meg a gyerekek. Más esetben mozaik család, vagy gyakorlatilag egy egyszülős család maradt fent, amiben jóval kevesebb a kommunikáció, jóval kevesebb a kapcsolat. Ezek a családok sokkal elszigeteltebbek, mint a korábbi nagy családok, hiszen ott mindig történt valami, egy keresztelő, egy első áldozás, egy bérmálás, tehát mindig voltak események, illetve ami, amiről talán keveset beszélünk, és én nagyon fontosnak tartom, az ünnepek. Tehát, hogy korábban az ünnepek azok családi és társadalmi események is voltak, amiknek szintén megtartó ereje volt, és hogy gyakorlatilag ezek az ünnepek az évnek a kereteit is megadták, az igazodási pontokat. És hogy sajnos ezek is megkoptak, elvesztek, és hogy azt gondolom, hogy azok az energiák, amik ebben keletkezhettek, ezek most nem pótlódnak. Na jó, de akkor az individuumnak kell fejlődni abban, hogy valamilyen módon önmaga számára ünnepeket teremtsen, megoldási készletei legyenek? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy újra elkezdjük a kapcsolatainkat megtalálni és kiépíteni. Tehát, hogy egy közelmúltban készült kutatás azt mutatta, hogy a magyar emberek 10%-a nem érintkezik senkivel, csak a boltossal beszél. És ez egy nagyon nagy szám. Tehát, hogy gyakorlatilag teljesen izolálódtunk, hogy nem tudjuk, hogy ki a szomszédunk, nem tudjuk, hogy ki lakik a társasházban vagy a panelházban, elmegyünk egymás mellett, mint idegenek. Újra meg kell tanulnunk beszélgetni egymással, és beszélgetni saját magunkkal is. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy újra kell kezdeni építkezni. Vészharang volt a Covid-járvány ebből a szempontból? Én azt gondolom, hogy vészharang volt. Vészharang volt, figyelmeztetés arra, hogy másképpen kell gondolkodnunk. Hogy én azt gondolom, hogy azok a társadalmak, amik sikeresek voltak, ott mindig a közösség volt a fontos. Hogy a közösség megtartó ereje volt az, ami képes volt megőrizni az egyént is, és hogy ott mindig tudott támaszkodni a közösségnek a tagjaira. Ha saját szakmáját nézi, akkor mennyire változott, vagy mi változott az önökhöz került betegeknél? Mennyire volt szerepe a Covid-járványnak mondjuk abban, hogy pszichés problémákkal fordultak önökhöz? Ugye eddig a járványnak három hullámát említik, vagy beszélnek róla. Én azt gondolom, hogy mind a három hullámban nagyon nagy megterhelés volt az osztályon. Az első hullám idején elsősorban azok a
régi pacienseink jelentkeztek, akik így a 60-70 életévüket töltötték be, akik úgy érezték, hogy nem tudnak megbirkózni ezzel a krízissel, hogy nem tudnak megfelelni az elvárásoknak, nem bírják el a bezártságot, nem tudnak saját magukról gondoskodni. A második és harmadik hullám, én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb volt magának a társadalomnak és a pszichiátria osztályon dolgozóknak is. Hogy addigra elfogyott az a fajta krízismenedzselés, amit eddig megszokott a társadalom, vagy megszokott az egyén, ami 7-10 napig tart. Ugye ez egy olyan időszak, ami nem hetekben, hanem hónapokban mérhető, és ebben az időszakban egyre több olyan maladaptív, nem megfelelő működés került elő a krízismenedzselésbe, ami felőrölte az embereknek az energiáit. Illetve én azt gondolom, hogy azok, akik magán a betegségen estek át, és kórházi kezelésre kerültek, nem pszichiátriai értem, hanem COVID-osztályos kezelésre kerültek, az, hogy megéltek egy rettenetes szomatikus kiszolgáltatottságot, egy testi kiszolgáltatottságot, ugyanakkor mellettük haltak meg emberek, és közben a személyzet, mint UFO mászkált közöttek. Az egész egy szürreális színdarab volt, aminek a szereplői voltak. Ez nagyon megrázó volt, és nagyon sokan nem is tudták ezt feldolgozni. Hogy ebből adódóan is több ellátásunk volt, öngyilkossági próbálkozások. Ugye a hozzátartozók számára is ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Ott, ahol a COVID fertőzöttel nem tudtak kapcsolatot tartani, vagy elhunyt a hozzátartozó, nem tudták meggyászolni. Hogy azt gondolom, hogy ez is egy csomó olyan mentális problémát hozott, ami hosszú-hosszú távon el fog bennünket kísérni. És hogy nap mint nap fordulnak hozzánk segítségért. És ugye arról még nem beszéltem, hogy ebben az időszakban ugye a maladaptív megoldások közé felsorakozott a szerhasználat. A szerhasználatban elsősorban az alkohol és a kábítószer, és hogy ebben az időszakban azért jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik valamilyen megvonás miatt kerültek, vagy a szerhasználat miatt közvetlenül kerültek az osztályunkra. És ugye egy új probléma, ami szintén megjelent az osztályunkon kezelésként, azok a home office-ban dolgozók, akik teljesen elszigetelődtek, és a számukra ugye az internet és az internetes kapcsolattartás maradt csak meg, és hogy egy nagyon súlyos függőség jelent meg ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a kórház vezetése megértette ezt a hatalmas problémát, hogy nem lehet korlátozni a betegfelvételeket, hanem a krízisbe jutottakat segíteni kell, és hogy gyakorlatilag végig támogatták azt, hogy az osztályunkon ne legyen COVID részleg, vagy ne alakítsák át COVID osztályát, vagy ne vigyék el az orvosokat, ne vigyék el az ápolókat, mert szinte teljes létszámmal működött az osztály ebben az időszakban. Mindezt látva, új stratégiákat kell kidolgozni arra, hogy az emberek képesek legyenek kezelni ilyen vagy ehhez hasonló nehézségeket az életükben? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen. Én azt hiszem, hogy ez tényleg olyan figyelmeztetés volt, amikor abban kell gondolkodni, hogy másképpen kell élnünk. Másképpen kell viszonyulni egymáshoz, másképpen kell gondolkodnunk saját magunkról, másképpen kell gondolkodnunk a családunkról, illetve arról a környezetről, ami körülvesz bennünket. Én azt hiszem, hogy ott, ahol egy jól működő család volt, mondhatom azt, hogy profitáltak a COVID-ból, hiszen sokkal többet lehettek együtt.
Ugyanakkor, ha egy rosszul működő családdal találkoztunk, ott nagyon gyakori volt az, hogy agresszió jelent meg a családba, hogy állandóvá váltak a veszekedések, gyakorlatilag ezek a családok felörlődtek, és hogy nem ritkán valamilyen fatális kimenete lett ezeknek a családi összetűzéseknek. Jó, rendben van, tehát hogy ezt látjuk, csak hogy megváltoztatni egy társadalom gondolkodását bizonyos kérdésekben az nem egy egyszerű folyamat. Szóval, hogy mi az, amit gyorsan meg kéne tenni, mi az, amire van még egy kis időnk, és mi az, ami átüti a falat az egyénnél. Én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb az, hogy megtanuljuk azt, hogy mit engedünk magunkhoz. Tehát, hogy akkor, amikor ez a járvány elkezdődött, szerintem mindannyian minden hírt elolvastunk, elkezdtünk gyűjtögetni, és a lehető legtermészetesebb módon megpróbáltuk magunkat elszeparálni mindentől. De hogy ez meg is mérgezett bennünket. Én azt gondolom, hogy egy ilyen tanulási folyamatban, ami talán most van, abban meg tudjuk tanulni azt egyénként, családként, hogy mennyire mérgezzük meg magunkat. Tehát ezt így most értem alkoholra, éterre, de akár hírekre is. Tehát hogy ez nagyon, nagyon fontos, hogy egyszer csak tudjunk egy határt húzni, és azt mondani, hogy ezt már nem. Hogy történnek dolgok, de hogy ezek az életünknek csak egy szeletét képezik. Ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azt a felszabadult időt megtanuljuk másra és hasznosra fordítani, ami korábban volt, amit futással töltöttünk, vagy mozival, vagy elmentünk a hétvégén valamilyen rekreációs programra egy szállodába, hogy azt tartalommal hogyan tudjuk megtölteni. Én azt láttam, hogy nagyon sok, nagyon jó irodalom is felkerült ebben az időszakban a világhálóra, ami elérhető volt. Ami segített bennünket abban, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk magunkhoz. Hogy tanítottak olyan relaxációs technikákat, vagy akár a mindfulness-t, a tudatos jelenlétet, ami egyrészt az ellenálló képességünket, a rugalmas ellenálló képességünket javítja, ami én azt gondolom hosszú távon nem csak az egyénre, hanem hogy az egyénen keresztül ugye a társadalomra is kihat. Hiszen, hogyha egy megfelelő ellenálló képességünk van, és ezt így jó értelemben használom, tehát a reziliencia módján, akkor gyakorlatilag egy optimális problémakezelés, egyfajta lojalitás, empátia az, ami egy védőburkot képez körénk. De ebben nagyon sokat kell tenni egyénként, és sokat kell tenni társadalomként. Így van, így van. Kertész Ágnes, nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!